Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóim. Mai vendégem Benedek Timea ékszertervező. Egyedi és elegáns ékszerei igencsak fontos szerepet töltenek be az erdélyi divat palettán. Kollekcióiban megtestesül a női elegancia. Beszélgetésünk során megtudjuk, miből merít inspirációt és milyen Erdélyben az ékszertervezői karrier. Tartsatok velünk! Na és akkor szeretettel köszöntöm Timeát is. Köszöntelek! Szervusz, Sándor! Én is köszöntelek téged! Mesélj egy keveset magadról, hogyan indult a divat iránti szereteted? A divat iránti szeretetem, hát azt most így elsőre az a szó jutott eszembe, hogy makacságból. Most, hogyha így visszagondolok magamra, mert mindig úgy kerestem én is azt az önkifejezési módot, hogy hogyan tud az ember picit... talán nem az a legjobb szó, de nem találok másra, hogy más lenni, vagy ami igazán ő, innen indult. Uh-huh. Egész, szerintem úgy 5. osztályos koromtól tudod, amikor az ember úgy elkezd egy picit más szemszögből is tekinteni. Így van, igen, kezd kibontakozni. Nos, számomra egyértelmű volt az ékszertervezői út. Hogyan kezdődött az ékszerek iránt való rajongásod? Nem egészen volt egyértelmű. Ez ugye az idők során alakult ki. Bizonyos szempontból praktikumból, mert erre volt inkább lehetőségem úgy térben, amit így tudtam mozgatni magam körül, mert elég sokat költözködtem, és ezeket kellett tudom magammal hordozni. Ez igazából úgy történt, elmesélek neked egy nagyon érdekes történetet, hogy 6 évig falképeket restauráltam erdészerte, és az egyik munka során, ahol egy templomban dolgoztunk, megjelentek orgona restaurátorok is. És velük egy húzamban dolgoztunk, és nagyon érdekesnek tartottam azt, amit ők csinálnak, tehát hogy ők is átjöttek hozzá, megnéztük, hogy mit csinálnak, és mi is hozzuk. És volt náluk egy ilyen, talán egy egész ládányi, ilyen finom, kecskebőr, és el nem tudtam képzelni, hogy ők mit tudnak azzal kezdeni. Elmesélték, hogy az orgona szerkezetéhez kis membránokat gyártanak, amihez elengedhetetlen a finom, jó minőségű kecskebőr, ami nagyon puha. Igen. És annyira tetszett nekem, hogy a végül adtak nekem egy darabot, és akkor beindult nagyon a fantáziám, hogy mit is tudnék én ezzel kezdeni. Mert ugye a falkép restaurálás az nem enged meg olyan művészi szabadságot, mint egy alkotás például. Tehát ott nagyon szigorúan kell venni ezeket az előírásokat, meg hűnek kell maradni az a technikához. És akkor kerestem magamnak valami olyan dolgot, amiben én is ki tudok bontakozni, mint alkotó. És voltak volt... nekem régről gyöngyeim, és azt éreztem, hogy tehát mindig ugye szerettem magát az ékszereket, főleg a fülbevalókat, és akkor kerestem egy ilyen kompromisszót, úgymond, mert nem értettem az ötvösséghez, de hogy adott volt a bőr, akkor mit lehet vele kezdeni, kicsit unalmasnak tartottam, hogy bőrékszereket készítsek, és de hogy ott vannak a gyöngyök is, és ugye elkezdtem hímezgetni, teljesen így ugye hogy mondjam, az ösztöneimre bíztam magamat, és így alakult ki ez az egész, hogy én bőrre hímezzek gyöngyöket. Uh-huh. Tehát kezdődött a restaurálás, és akkor abból lett a hímzés, és az ékszerek utána később jöttek. Igen. Mit gondolsz, nehéz egyedinek is relevánsnak lenni ékszertervezőként Erdélyben? Tehát Erdély szinten kicsit nehezebb. Igen, tehát persze nehezebb. Viszont én úgy gondolom, hogy
Tehát én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy amit készítek, az abban munka legyen, tehát hogy abban tényleg tervezői munka legyen, ami inspirál, akkor leülök, és egy kicsit elgondolkodom rajta, és igyekszem olyan dolgokat létrehozni, amiben reményeim szerint visszatükröződik az, hogy valami tényleg egyedi, és másnak az ötletei. Tehát, hogy nekem nem az a célom, tudod, elsősorban, hogy most akkor megtöltsem a piacot, és eladjak belőle, hanem... Hogy alkossom minőségét. Kérlek? Hogy alkossom minőségét, inkább az a fő cél. Persze, igen, ez nagyon fontos nekem. Uh-huh. Igen. Persze, ez nem egy könnyű út, de úgy gondolom, hogy ez hosszú távon csak így kifizetődő. Szenzációs. Mik a tervezői szakma sötét oldalai szerinted, vagy nehézsége, inkább így mondanám? Erdélyben? Vagy úgy akár általában? Erdélyben, vagy általában. Hát sok nehézséggel tud az ember találkozni. Főleg, hogyha egyedül indul el ezen az úton, kezdve onnan, hogy ugye amit csinál, akkor az, amit az előbb is említettem, és hogyha már az megvan, akkor hogyan tud a piacra lépni, hogyan tud magának vevőket vonzani, tehát hogy egyáltalán felismerhető legyen az alkotása, eljusson olyan emberekhez, akik valóban értékelik. De őszintén szóval én erre kihívásként tekintek, és feladatként úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát inkább kihívásnak tekinted, és nem egy olyan nagyon nagy nehézségnek, hogy így mondjuk. Én most ezt érzem, igen. Határozottan ezt érzem. Milyen üzenetet hordoznak az ékszerint a vevők számára? Szerinted milyen üzenetet közölnek leginkább? Hát itt akkor megemlítem a inspirációs forrásaimat. Ugye a restaurátorként nagyon sokszor találkoztam épületek homlokzatával, és tényleg egy olyan perspektívából tudtam ezekre rátekinteni, amire az ember hétköznapokban nem feltétlen tud. Tehát fent az állványon is látod, hogy tudom én egy épület szobrászati alkotáshoz hogyan nézett ki test közelből, meg úgy egyáltalán az építészet is nagyon-nagyon érdekelt, és emiatt az ékszereim inkább geometrikusak, és úgy próbálom keverni a technikát, hogy ugye ma adott a gyöngy, adott a bőr, és hogy a gyöngyök formái milyen geometrikus formákat tudnak nekem adni, és plusz az, amit én elképzelek, hogy aztán ebből szülessen valami érdekes dolog. És olyan, úgy gondolom, hogy az, akihez el tudnak ezek jutni, azok olyan nők, akik hogy lehet ezt megfogalmazni? Úgy gondolom, hogy az ékszerek, ezek ugye nagy darabok, ezért elég feltűnőek. Tehát, extravagánsak? Igen, egy picit bátornak is kell lenni ehhez. Így látom az emberkéken, tudod, így vásárokon, hogy így csodálják, és úgy ez az első gondolatuk, hogy ó, de ezek gyönyörűek, de hát én ezt nem tudom hordani. És akkor úgy próbálom őket rávezetni azon, hogy próbálja fel, és kicsit járkáljon benne, kicsit szokja, vagy gondolja el, hogy egy egyszerű öltözéket ez mennyire fel tud dobni. Tehát mindenképpen én törekszem arra, hogy egy egyszerű, tehát amit elképzelek így látványba, az egy nagyon egyszerű, jó minőségű anyagból készült ruhadarab, egy ilyen kis laza frizurával, és akkor egy olyan fülbevaló, ami így az egészet így megkoronázza. Szerintem ez így
nagyon szép látványt tud nyújtani. Mennyi munkába telik egy ilyen ékszerpárnak az elkészítése? Hát ez változó. A nagyobb darabokat mindig az elsővel van a legtöbb probléma. Olyan szempontból, hogy ki kell találnom, ki kell próbálnom a formát, hogy hogyan működik. Ez hát az időmtől és a kedvemtől függően is egy ilyen jó 2 nap, de amikor már megvan a forma, akkor egy olyan onnan kezdve, hogy kivágom a bőrt, és ráhúzom a gyöngyöket, ezeket majd a varrást eltakarom egy következő réteg ilyen finom kis bőrrel, és maga a fém részt is ráragasztom. Ez egy nap. Egy napot vesz igénybe, tehát egy 8 órát. Hát akkor 8 óra kemény munka egy ékszerpárnak a... Igen. És hogyan szoktad promotálni az ékszeredet? Mi a promóciós taktikád? Én még nagyon az elején járok ennek az egész történetnek, nagyon keresem a lehetőségeimet ebben, de járok egy pár vásárra, itt Budapesten egy dizájn vásárra, ami nekem nagyon, nagyon megtetszett. Úgy érzem, hogy értő közönséghez tudok így eljutni, és tényleg értékelik. Nagyon, nagyon hasznosnak nem gondoltam, viszont úgy látom, tehát azt tapasztalom, hogy nagyon hasznos eljönni ilyen vásárokra, hogy az emberek lássák, megfogják, próbálják, megismerkedjenek az ékszereimmel. Én így tudtam a legtöbb vevőmet elérni. Tervezek még más, tehát otthon is, Bukarestben is van egy bizonyos vásár, ahova nagyon szeretnék eljutni majd a közeljövőben. Na, szenzációs, tehát akkor tele vagy te is még tervekkel ilyen szempontból is. Igen. Szerinted nehéz érvényesülni tervezőként, akár Erdélyben, akár a nemzetközi divatpalettán? Minden szakmának megvan a nehézsége, ennek is. Mert ugye ezek a dolgok, ezek olyan jellegű dolgok, hogy nem egy olyan súlyú dolog, hogy most nélkülözhetetlen vagy, értesz most. Viszont azt értem, és hogy remélem, hogy nem csak magamat bíztatom ezzel, hogy kitartással, nagyon sok munkával, és nem úgy elképzelni ezt az utat, tudod, hogy most lentről elindul az ember, és nyílegyenesen fölér a céljába, hanem ez egy nagyon hullámzó út, és mindig-mindig kell dolgozni rajta, el tud érni oda, ahova szeretne. És úgy gondolom, hogy a kitartás az a legeslegfontosabb. És mi az, ami motivált téged az alkotásban? Mi a fő motivációd? Nagyon szeretem azt, hogy leülhetek, és kikapcsolódhatok. Ez egy nagyon nagy türelmet igénylő munka így kívül, de nekem az a része, amikor a gyöngyöket egymás után tudom illeszteni, és kialakul valami ott a szem előtt, ez nekem egy ilyen meditáció. Ez nagyon-nagyon ilyen hát gyógyító munka igazából. És nagyon szeretném, ez az én önös célom, és a másik pedig az, hogy nagyon szeretném bátorítani a nőket arra, hogy a megjelenésüket bátran tudják. Kérlek? Bátran vállalják a megjelenésüket, akár kis díszítségünkön. Igen. Szerintem az fontos dolog. Mik a terveid a jövőre nézve szakmailag? Mondtad, hogy szeretnéd tovább is promotálni a brandedet, és még mi más terved van esetleg? Igen, ez az első. A másik pedig az, hogy én nagyon szeretem a népművészetet, és onnan is inspirálódok néha. Nagyon-nagyon szeretem például a kalottaszegi viseleteket, és azon belül is inkább maga a kiegészítőket. El is készítettem
sokára évek munkája volt egy erőmonostori pártát. És szeretnék ilyen menyasszonyi fejdíszeket rekonstruálni, majd az én saját kollekcióba is beépíteni ilyen jellegű dolgokat, tehát a fülbevalók mellé főleg fejdíszeket szeretnék még készíteni, és a menyasszonyokat megcélozni. Tehát akkor rengeteg új terv van a jövőre nézve. Igen. Na, akkor kíváncsian várjuk mindent, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Ha remélem tetszett nektek ez a beszélgetés, és sikerült egy újabb tartalmas és komplex, igényes divattervezői interjút hoznom nektek. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!